kentaur, mint olyan, már nagyon régóta az állatorvoslásnak a szimbóluma. A mitológiai lény, ugye félig ember, félig állat formájában megtestesíti az ember és az állat kapcsolatát, már évezredek óta. Nagyon erős élelmiszerbiztonságot és állategészségügyet jelt képez mindenféleképpen, nem véletlenül van a kígyó maga bota kezébe. A kompozíció egy ágaskodó kentaurt ábrázol, tehát a lónak a dinamikája megjelenik benne, és az embernek az ereje. Maga a szobor számomra azt jelképezi, hogy a kentaur, az állat és az ember összenőtt teste, hogy az állatorvos az állatot gyógyítja, de részben a gazdasági haszonállatok, járványok megelőzésével az emberiséget szolgálja, hiszen a gazdasági haszonállatok élelemmel látják el az emberiséget. A kentaur a jobb kezében egy botot és egy kígyót tart, ami Asklépiosz, a görög mitológia gyógyító istenének a jelképe. A bal kezében pedig egy pajzsot, amin a paragrafus jel látható, ami pedig a hatósági védelmet szimbolizálja. A bot pedig a gyógyítás hatalmát, a gyógyítás erejét. A kígyó maga azzal, hogy folyamatosan minden évben levezli a bőrét, a megújulást képviseli, tehát az egészségügy folytonos megújulását, azt, hogy folyton lépést kell tartani a megújulással, az új technikákkal, a fellépő új igényekkel. Ugye 125 év az ezért már egy szép idő, és azóta egyfolytában nálunk létezik a hatósági állategészségügyi szolgálat, ami megteremti azt a magyar lakosság számára, hogy épp egészséges élelmiszereket tud fogyasztani, és biztonságosakat. A rajz mindennek az alapja. És amikor már úgy kezd valami formát ölteni, akkor lehet felöltöztetni a szakmai tudásból adódó anatómiai ismeretekkel, azzal, hogy stimeljenek az arányok. A kentaur esetében ez egy nagyon összetett tudást igénylő dolog, mert ismerik el a lónak az anatómiáját és az embernek az anatómiáját is. Ráadásul azt hinnénk, hogy ez úgy készül, mintha egy lónak a fejét levágnánk és egy embernek a törzsét rátennénk. Holott az arányai mások, mert fel kell nagyítani az embert a valóságos arányokhoz képest, ahhoz, hogy végül a kentaur arányos legyen. 125 éve, 1888-ban jön létre a 7. törvénycikk, ami tulajdonképp az állategészségügyet Magyarországon szabályozza. Az előtt is volt állatorvoslás, utána is, de ez adott egy olyan keretet, amely még a napjainkban is hatással van. Ilyen komoly kompozíció nagyon erős vászszerkezetet és nagyon stabil szerkezetet igényel, amit majd az öntés folyamán eltüntetnek, és nem fog látszani valójában a szobron, hogy ez belül milyen komoly szerkezet van benne. Nem sok ország dicsekedhet azzal, hogy 127 évvel ezelőtt már volt egy komoly állami hatósági szolgálata, aki már akkor is központi irányítással tudta magát az állategészségügyet ellenőrizni. De ezt megelőzően 100 évvel, 1787-ben indul el Magyarországon az állatorvos képzés. A 1838-ban már Magyarországon Regni veterinárius, főállatorvos van Zlamál Vilmos személyében, aki elkötelezett híve annak, hogy az egészségügyről leszakadjon az állategészségügy, az állatorvoslás, és önállóan működjön. A szobor bronzból készül, ami egy nagyon elegáns, nemes anyag. A bronzszobor esetében kell egy öntőmintát készíteni. Minden egyes szoborhoz külön gipsz öntőmintát kell készíteni, amit nagyon bonyolult eljárással, először szilikonba, aztán gipszbe öntenek, aztán végül úgy öntik ki a bronz, de több darabban, és aztán végül összeállítják a szobornak a különböző részeit, és utána patinázzák. Míg a múltban főleg a járványvédelem volt, és a járványos betegségek elleni küzdelem, pontosan az 1888-as törvény értelmében a központi és stratégiai kérdés a jelenben és a jövőben, ezen keresztül természetesen, de a biztonságos élelmiszertermelés.
A kis szobor esetében egy tömör bronz szoborról beszélünk, a nagy szobor belseje üreges, mivel hogy nem mindegy, hogy egy köztéri szobor 1000 kiló vagy 200 kiló. A nagy szobor a saját lábán áll, egy acél szerkezet folytatódik a lábából lefelé bele a márvány talapzatba, és így ennek a segítségével áll meg a szobor. A köztéri szobor az annyit jelent, hogy megünnepeljük a 125 éves évfordulót. Nagyon örültem annak, hogy egy szobrom lesz a Szent István Egyetem állatorvosi karának szoborparkjában. A 125 darab kis szobor pedig annak a jelképe, hogy elismerjük azokat az embereket, akik az elmúlt évben, években sokat tett a Magyar Állategészségügyről és a magyar élelmiszer biztonságére. 125 darab kis szobornak az öntési munkálatai azok hónapokat vesznek igénybe. Tehát az ilyen tapasztalt öntöde számára is egy erőt próbáló feladat. Mindig a legmaximálisabban kell vigyázni arra, hogy a részletek kijöjjenek, hogy mindig megfelelőképpen kiolvadjon a viasz az öntő mintából, hogy a bronz kitöltse a rendelkezésére álló területet, és hogy a végén a cizellálás és a patinázás minden szobornál ugyanolyan legyen. Hát minden bronz szobrot el kell látni egy patinával, ami elegánsabb, nemesebbé teszi a szobornak a külsejét. Én úgy gondolom, hogy ezek a kis szobrok részben egy komoly elismerés jelent szakmai munkájukért, de részben esztétikailag is öröm kitenni a polcra, hiszen szerintem ez egy szép szobor. Én azt hiszem, hogy aki ezt megkapja, az méltán mondhatja azt, hogy ő tett valamit a magyar állategészségügyért. Számomra művészként óriási megtiszteltetés, hogy ilyen fantasztikus szakmai múlttal rendelkező emberekhez kerül a szobrom, és remélem, hogy ez a tudat őket is büszkeséggel tölti majd el. Rendkívül gazdag múltunk, amiből mi táplálkozni tudunk. Ez nagyon meghatározza a jövőnket. Állatorvoslásnak egy óriási feladata és jövőbe mutató feladata a biztonságos élelmiszernek a előállításában való részvétele. Ennek az ellenőrzése, ez meghatározó, főleg abban a korban, amikor az élelmiszertermelés az világon mindenütt stratégiai ágazat. Az is arra val, hogy ez egy nagyon fontos díj, hogy pont az idei évben először készül egy élelmiszerlánc biztonsági stratégia is, amit még soha Magyarországon nem csinált senki. Ez jelképezi azt, hogy tényleg továbbra is a jövőben is együtt kell lennie ennek a szolgálatnak, és egységesnek kell lenni, és csak akkor tudunk előbbre jutni, illetve megtartani azokat az értékeket, amiket már megteremtett ez a szolgálat.